Színes csíkos labdákkal és gyerekekkel telt meg pénteken a Dunakapu tér, itt tartotta a 8. Győrkőc Fesztivál nyitó rendezvényét a Vaskakas Báb Színház. Na nézzük először is, hogy mekkora hanggal érkeztetek ide ma. Lehetne mondjuk egy nagy sikítást kérni először a gyerekektől. Háromra figyelj! 1, 2, 3! A vidám estet a gyerekek egyik nagy kedvence, a csodálatos Szalóki Ági indította. A csizmámon nincsen tág, nincsen tág, ellopták a liánkát, jaj, csuaj, haj, jaj. Az énekesnő és zenekara nem először látogatott városunkba, a csapat visszajáró vendége a fesztiválnak. Számomra a Győri Győrkőc Fesztivál Magyarország legszínesebb és legszínvonalasabb gyerekfesztiválja. A szervezők, a Vaskakas Báb Színház munkatársai szívüket, lelküket teszik ebbe, és az egész város is. Ez látszik, hogy a város apraja, nagyja itt van. Színvonalas programok, ahol igazán a gyerekeket helyezik előtérbe, és ők vannak valóban a fókuszban. A fesztivál nyitó rengeteg meglepetést tartogatott a kilátogatóknak. Felléptek például az énekiskolájának tehetséges tanulói, majd a szervező bábszínház tagjai is dalra fakadtak, a Győri Nemzeti Színház művészeivel és a Hello Kids zenekarral kiegészülve. A koncertek után következhetett az est fénypontja, a várva várt kulcsátadási ceremónia, ahol előkerültek az idei rendezvény kellékei, a székek is. Győrváros kulcsát ezúttal is Borkai Zsolt adta át. Először is szeretném megköszönni, hogy elfogadtátok a meghívásomat, eljöttetek ma este, és nagyon sokat kerestük ezt a kulcsot, de hála Istennek megtaláltam, és azért hoztam el, hogy ahogy szokás szerint az elmúlt 7 évben, most 8. alkalommal is átadjam nektek, itt Borinak mellettem a város kulcsát, úgyhogy tiétek Győr városa, foglaljátok el, érezzétek jól magatokat! A polgármester bácsi a kulcson kívül a gyerekek kérésére még egy meglepetéssel készült. Pálkata Péter, jó reggel, már oda tűnt a nap felkel. Szolgálatunkban a nagy darajú, gyere ki a rétre kukulik. A pénteki nyitány megkoronázásaként nem maradhatott el a tűzi játék sem. Másnap aztán kezdetét vette a játékmaraton. A belépése jogosító ingyenes karszalagot egy mosolygós fényképért cserébe vehették át a gyerekek. Józsika, Józsika csápol, frászkarikán hegedülget, répapürédala csendül, fancsali dob hasadülled. A központtól néhány lépésre már is egy újdonsággal találkozhattak a fesztiválozók, az úgynevezett versjátszótérrel, ahol neves költőkkel, írókkal és illusztrátorokkal saját könyvet készíthettek a győrkőcök. Nagyon jó dolog ez. Egyrészt látom azt is, hogy mennyire szeretnek a gyerekek olvasni, rajzolni és beszélgetni. A legtöbbet én a gyerekektől tanultam életemben, abból, hogy mit mondanak, hogy mit szeretnek. Kaptam egy ilyet most, hogy mert nagyon szeretek olvasni. Kaptam megnézni verses könyvet egy nagyon kedves kislánytól. Aláírták nekem a rajzaikat, tehát én kapok állandóan ajándékot. A Radó két oldalán egy Győrkőc falu és egy mesesziget épült, tele izgalmas, egyedi játékokkal. Minden évben kilátogatunk a Győrkőc Fesztiválra. Azt vettem észre, hogy egyre nagyobbak a gyerekeink, egyre több élményt mutat nekik ez a fesztivál. Most már 2-3 éve kijárunk folyamatosan, rengeteg program lehetőség van.
a gyerekek olyat is megismernek, amit idáig nem szoktak, vagy nem próbáltak, és jól érzik magukat. Nagyon szeretjük, mert nagyon sok színes program van, és ugye a kis barátaival is ugye nagyon sokszor itt ugye összefutunk, együtt játszanak, és ugye olyan játékokkal is találkozik, amiket még nem is látok, vagy nem is tud még vele egyáltalán játszani, és akkor itt megismerkedik vele. A székes fővárosban a környezettudatos szemlélet is előtérbe került, hála Kuka Bercinek, vagyis a Győr Plusz Média, a Győr Szól és a GHG közös kampányának. Kuka Berci egy játékos figura, az ő segítségével próbáljuk a gyerekeket, az ifjúsági korúakat, a felnőtteket és az idősebbeket is természetesen rávezetni arra, hogy a környezettisztasága nagyon fontos, a környezettisztaságáért mindenki tehet, elég csak arra gondolni sok esetben, hogyha a szemét nem esik ki a kezünkből az utcán, hanem beledobjuk a kukába. Mindezen gondolatokat pedig játékos vetélkedőn keresztül próbáljuk meg átültetni a vendégeinknek. A rendezvény egyik fő támogatója az E.ON volt. A cég a Mobilisszel közösen tudományos kalandozásra csábította a kicsiket. Nagyon örülünk ennek a lehetőségnek, és különösen örülünk annak a lehetőségnek, hogy nem egymagunk vagyunk itt. Most már ugye a harmadik éve, hogy az E.ON-nal közösen, közös standon próbáljuk átadni azt az üzenetet, ami a környezettudatosság, az energiatakarékosság, a mozgás, az energia szükségleteknek a témaköre. És azt gondoljuk, hogy ez mindenképpen egy olyan téma, amivel érdemes hosszú távon foglalkozni és az emberekhez közel vinni. A hétvégi hetet hét országra szóló mulatság a felnőtteknek is életre szóló élményeket kínált. Pont az unikalitása a Györkőt Fesztiválnak, ez a legfontosabb, mert mi a színházban játszhatunk ifjúsági előadásokat, a Vaskakos Báb Színház játszhat a gyerekeknek, de egy ilyen, egy 130 ezeres város belvárosát lezáró happening, ez máshol nincs, és ez benne a gyönyörűség. A látogatószám idén is önmagáért beszél, a szervezők elégedetten zárták vasárnap a rendezvényt. Körülbelül olyan 2 óra magasságában tudtunk számolni az informátorokkal egy satszolást, akkor a 19 000-nél tartott a karszalagok száma, és még az 500 a Györkőc olimpiásoké, tehát biztos az idén is a 20 000 fölé megy majd a Györkőc látogatóinak, és ezek ugye csak a gyerekek, tehát a Györkőc látogatók száma, és a gyerekek azért ugye nem jönnek egyedül, azért általában a szülők kísérik őket, vagy nagyszülők, úgyhogy szerintem a 40-50 000 látogató az az idén is megvolt. A 8. fesztivált Kis Erzsi és a Páncsán zenekar koncertje zárta, mely egyúttal jelezte azt, hogy készülhetünk a 9. Györkőc fesztiválra.